Üdvözlök mindenkit, én Killing2007 vagyok, és ebben a mai videóban World of Tanks blitzezni fogunk. És hát, ugye a mai videóban egy Dicker Max nevezetű Tier 6-os német Tank Destroyert fogunk megvásárolni aranyért, ami méghozzá prémium is, ugye ez most jelenleg még 18 óráig le van árazva 75%-os kedvezménnyel, és így 2000 aranyba kerül, az a 2900 arany helyett, tudtommal. Na hát, mit is kell tudni erről a tankról, ugye ez egy így eléggé papírtank, szóval tök könnyen belőhető, kivéve itt körülbelül a csövénél, ott azért van egy picivel erősebb páncélzata, ami az előnye, hogy a lövegsüllyedése azért elég jó, szóval az olyan helyekről, ahonnan mondjuk egy Suszáz Y nem biztos, hogy meg tudna lőni minket, onnan még ez is meg tudna lőni. És ezek mellett ugye van egy olyan 300-as alfája. Az újratöltési ideje ugye 9,59 másodperc, ami ugye hát majdnem 10 szek. Viszont, ha minden igaz, akkor ez is lejjebb vihető, hogyha felrakunk rá ugye equipmenteket, illetve provisionöket. Méghozzá 8,42 szekre, ami azért elég jó. Ugye, ahogy láthatjátok, az ilyen alfa az olyan 3-3-10, a HP-ja pedig 900, amit ugye 954-re tudunk növelni, hogyha rakunk rá equipmenteket. Szerintem vegyük is meg, mert végül is azért elég jól járunk, mert a tank mellett és a garázsot helye mellett még kapunk ugye equipmenteket, egy kamuflást, 30 nap prémiumot, illetve 10 ilyen ötszöröző XP-t a Dicker Max-re. Na, az aranyat le is vonta, és meg is van 30 nap prémiumunk, illetve a Dicker Max-ünk, ami elég jó. Ugye itt meg is kaptuk az ötszöröző XP-ket, de ez csak a Dicker Max-re használható. És 2000 aranyba került, ami hát szerintem megérte, mondjuk annyira nagyon nem volt lárazva, de megérte is. Minden igaz, akkor ezt kaptuk rá, ezt a festést, szóval ezt rá is rakjuk, majd max változtatunk. Az equipmenteknél pedig egy annyit változtatok, hogy nem. Így. Illetve a provisionhöz rakok be chokit, protective kitet, illetve improved fuelt, ugye. És akkor hát szerintem menjünk is le a tesztkör. Na és hát bent is vagyunk egy csatában, ugye ez a Mirage nevű mapen, ugye Encounter Battle Tier 5, Tier 6-ba. És hát el is indult, ugye én szerintem megyek a másik suszázzal körülbelül, illetve a heavy-vel, ugye az ellenünk lévő heavy az egy KV-2, amin hogyha a trollgán van, akkor ugye egy lövés után minden igaz 20 szekig tölt, és ahogy látom a Churchill-en kiságyú van, vagy az tudja, valószínűleg kiságyú van rajta, hogyha ez az a Churchill, amire én gondolok. Jelenleg megjelent a KV-2, illetve ott még volt egy Type 58 is. Churchillünk előtte magát. Ugye, ahogy láthatjátok, most jelenleg az egész csapat ebben az irányban indult el, szóval nagyon reménykedek, hogy nem fognak hátba jönni nekünk az ellenséges tankok, mert ez nem lenne jó senkinek se. Hopp, ott egy T-34. Na és akkor hát itt az ideje, hogy kipróbáljuk, mit tud ez a kis tank. Hú, az egy
Az egy 346-os, ami azért elég jó. Jó, van egy olyan érzésem, hogy itt vannak néhányan. Na, kijön a VK-l, előjük. Hopp, egy stug. Stuggal vigyázni kéne. Jelenleg előnyben vagyunk, mivel 1-0 az állás. A mi javunkra. Viszont van egy olyan érzésem, hogy ez a Stuk 3G az nekünk nagyon nem tesz ott jót. Az ellenséges Stuk 3G nagyon nem tesz jót. Itt ezt a T-34-et megszortuk. Stukra nem menjek rá, viszont... Hát, 8 már nem tudtam menteni. Dicker meg kapta. Remélhetőleg a VK nem fog fej... Á, de... Dehogy nem. És persze, hogy földbe kell ülni. Közben minket oldalba támadnak, és az AMX Elts Beast nem tudom mit csinál, de hogy kapja majd a riportot, az is biztos. És kilőnek minket, mert mondjuk ez az AMX nem képes elállni. És miatta veszíteni fog az egész. Nem csak amiatt, de akkor is. Most hát véget is ért a csata. Amúgy közben mutatom nektek, hogy hamarosan lesz egy új videó, valószínűleg, mivel hogy ugye nemrég, hát egy pontosan pénteken jött be az az event, amelyikben a Lozáz M4A2 sörmennit lehet megszerezni, egy Tier 6-os szovjet medium tank, és hogyha összegyűjtünk 215 pártot, ugye akkor kapjuk meg, és nekem már 181 van, illetve hát ki is tudnám már vásárolni aranyból, viszont szerintem egy olyan 350 arany környékéért ugye fogok vásárolni majd 20 darabot, és a többit azt meg kigrindolom. Szóval szerintem menjünk még egy meccset, mert az előző olyan rosszul sikerült. Na és hát bent is vagyunk még egy csatába, ugye Tier 5, Tier 6. Ha jól láttam, az ellenségnél ugye KV-2, illetve egy VK36.01H van, illetve SU-100Y és S-35C-a TD-ként. Nálunk pedig ugye ugyanúgy KV-2, egy Magnus, illetve ugye én, mint a Dicker Max, és megpróbálok oda a bokorba bekempelni, hogy hát ha onnan tudom lőni majd az ellenséget. Ha meg nem, ha meg nagyon nem megy, akkor meg átállunk máshova. Igen, a lövegsüllyedésünk azért az elég jó, ezt látszik. Ha minden igaz, akkor az a... Hát mondjuk a KV-2 szerintem annyira nem hülye, hogy kijöjjön teljesen. De ezt majd meglátjuk. Igen, meg eltűnt. Jó, az a VK kapta a tereket, hogyha van egy kis szerencsénk, akkor egy kis sebzést is kap, de nagyon úgy tűnik, hogy nem. Jó, tőlünk kapott. Ez pattant, sajnos. Hát, hogy nem talált be. Oké, és akkor... Ezt kilőttem. És hát a VK az elrontotta a lövését. Én meg sem is értettem, viszont figyelni kéne a túloldalra is, mert ott nagyon-nagyon-nagyon jönnek. Ugye egy Skoda T25, egy Panzer 4G, illetve egy VK. De ahogy látom, rajtuk kívül már csak egy S-35C-je van, szóval a team valószínűleg majd ide fog koncentrálni. Én váltok egy pozíciót, mert nem hiszem, hogy innen nagyon rálátni az ellenségre, szóval megpróbálunk körülbelül ott hátba menni nekik, ami nem biztos, hogy be fog válni. Jó, kül mögött vannak, szóval jó, szia Skoda. Igen, a VK rám néz. Nem pattintom. Mivel trekkelt ezért. Igen. Remélem, hát az betalált.
Azt a kilt nem lopom be a Magnustól, mert nem vagyok seggfej. Jó. Ahogy látom, KV2 meg is nem is tette a VK-nkat, szóval most igen, valahol ott a spawnra fogunk menni, mert valahol vagy ott, ugye, vagy itt a szektor 3-ba van a TD, vagy pedig átment már oda. Valószínűleg ugye ezt hozni fogjuk, mivel 6-2-re nyerés ellenünk. Hopp, egy spot, és ott is van a Susaz Y. Ott van, lehet lőni. Ezt nem tudom, hogy én spotoltam-e vagy nem, de hogy ő spotolt engem, az is biztos. Most már csak úgy kéne vigyázzak, hogy az mondjuk egy lövés vagyok a Susaz Y-nak. Csak ne nézzen rám. És kellett nekem kimenni, jó? GG. Azért a végén nem kellett volna meghalljak, szóval lehet, hogy jobb ötletet volna, hogyha nem megyek ki. De, hát a Mastery Bash Class 3-at így is megkapom, és így haladok a Lozászán is a kettő sörmel felé, itt meg közben bedobta nekem egy ilyen ajánlatot, amit szerintem nem fogok megvenni, mert nem látom értelmét. Egyedül, aminek így volt értelme számomra, az a, hát ez a Instant Avatar volt. Azt vettem meg még így 8000 aranyat, arra emlékszem. Na viszont hát, ez a videó egyelőre ennyi lett volna, szóval ha tetszett, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg és szeretnétek, ne felejtsetek el feliratkozni. Én Killing 2007 voltam, sziasztok!